Fagundú Arana, magyar hangja Cvetkó Sándor, és Gianella Neira, magyar hangja Nárai Erika főszereplésével bemutatjuk. A Jágó című filmsorozatot. További magyar hangok. Háda János, Kocsis Marian, Orosz Helga, Csernák János, Forgács Péter, Melis Gábor, Boros Zoltán, Koroknai Géza, Cető Roland, Zakariás Éva, Roatis Andrea, Botár Endre, Andrész Kati. Te meg mit csinálsz itt? Épp zuhanyoztam. Na, nagyszerű. Moréna! Nincs itt. Moréna! Nincs itt. Moréna! Nincs itt. Jól van, akkor... Engedj. Szerintem nem akar veled találkozni. Ezt majd Moréna eldönti. Levennéd rólam a mancsodat. Köszönöm. Moréna! 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 Moréna, kérlek... Moréna! Jelena, hogy jutott eszedbe, hogy Aldo szeretője vagyok? Kezembe akadt egy képes lap, amit egy Cassandra nevű nő írt Aldónak. És kiderült, hogy ez az igazi neved. Nem. Az nem én vagyok. Nem én vagyok. Esküszöm, Elena, az nem én vagyok. Megesküszöm annak az emlékére, akit a legjobban szerettem, Lucióra esküszöm. Nem értelek. Mégis hogy juthatott eszedbe ilyen képtelenség? Igaz, hogy a Cassandra ritka név, de nem én vagyok az egyetlen. Aldo szeretőt tart. Mi közöm nekem ahhoz? Lehet, hogy szeretőt tart, de az nem az én bűnöm. Miért engem gyanúsítasz? Ha ne haragudj, bocsáss meg nekem, de kikészültem Lucio halála miatt, erre most jössz te. A gyanúsítgatásod, a tördöfsz a szívembe, Elena. Szeretlek. Tiszta szívemből. Megkedveltelek, amióta egy fedél alatt élünk. Tárt karokkal fogadtál, most meg ezzel állsz ez elő. Most mindegy. Kérlek, állj meg! Esküdj meg, hogy nem te vagy az. Esküszöm. Esküszöm, hogy Aldo és köztem semmi sem történt. Mi ütött beléd? Megőrültél, Elena? Fejezzük be. Ha akarod, barátnők lehetünk. Nem haragszom rád. Én is voltam már így elkeseredve, mint te, de ha Aldo tényleg szeretőt tart, az megbocsáthatatlan, úgyhogy halljam, hol az a képes lap, mutasd meg, kérlek. Aldo széttépte. Értem. Nem baj. Nem baj, ne aggódj. Ne aggódj, nyugodj meg, Elena. Nagyon sajnálom, hogy így megbántottalak, Melina. Ne haragudj. Ugyan már, emiatt nem kell aggódnod. Az én fájdalmammal ne törődj, gondolj a tiédre. Biztosítalak róla, hogy mostantól sokkal jobban odafigyelek Aldóra. És hogyha észreveszek valamit, esküszöm. Esküszöm, szólok neked. Kettőnk között nem lehetnek titkok.
Össze kell tartanunk, Elena. Jaj, Melina, annyira szégyellem magam, ne haragudj, kérlek. Mit csinálsz, te vadállat? Mit csinálsz? Ez a csokor nem kell. Megtudhatom, hogy miért akartad kidobni? Mert Morena nem akar veled járni. Ah, mondd csak, te komolyan azt hiszed, hogy Morena oda van, érted? Tényleg azt hiszed? Hát nem látod, hogy miről van szó? Nem, miről van szó, halljam. Egyszerűen téged használ fel, hogy engem büntessen azért, amit New Yorkban tettem ellene, érted? Hm? Morena azért van velem, mert boldoggá teszem. Ő meg engem tesz azzá. A szerelem nem büntet. Teljesen egyértelmű a számomra, hogy fogalmat sincs, miről beszélsz. Kezdem elveszíteni a türelmemet. Akkor keresd meg! Keresd meg, és nagyon remélem, hogy útközben találsz egy alsógatyát, vagy boxert, vagy ágyékkötőt, ha? Hogy hazamehess a dzsungelbe a többi majom közé! Hát te hol voltál? Sehol. Elena, ne szórakozz velem! Azt hallottam, hogy nem keltél fel, hogy nem is ettél. Aggódom miattad. Nem hiszem, hogy igazán érdekelne, hogy mi van velem. Elena, a feleségem vagy. Mi van veled? Tudod, hogy szeretlek. Mi a bajod? Hogy békén nem vagyok jól. Bizonyára lelkifurdalásod van, ugye? Szédülök, kérlek, engedj. Elena! 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 Az egészről ez a hitvány gaz fickó tehet. Ő vesztette el a sakkfigurádat. Vagyis eladta. Te ígérem, hogy visszaszerezzük neked. Hogy adhattad el az én holmimat? Tudod, lángocska, elég nagy gondban voltam, érted, szóval... Gondban voltál? Akkor milyen gondba leszel, ha nem szerzed vissza a barátom sakkfiguráját? Hallottad? Barát? A barátod? Igen, a barátom. Jól van, nehogy elérzékenyüljét nekem, mert na gyere. Iszunk egy pohár bort, teljesen kiszáradt a torkom. Mit szól hozzá? Úgy beszél vele, mintha élennék a világon a legutolsó gazfickó. Mert te vagy a legutolsó gazfickó a világon. De mi ütött ezekbe? Mindenki ellenem van, nem értem. Még szerencs, hogy te megértesz, cica. Kit nevezel te cicának? Senkit. Felejtsd el. Ez ki is csoda? Hát előkerültél. Szia. Történt valami? Már azt hittem meghaltál. Még nem, azért ne temesse rögtön. Ahhoz képest egész jól nézel ki. Igen? Mi történt? Szereztem munkát. Nem. De komolyan. Mi lesz? Adj már egy sört. Aha. Van egy ajánlatom. Legjobb lesz, ha felveszel valamit és eltűnsz innét. Mielőtt Morena megjön, érted? Mondok én neked valamit. Mit akarsz mondani? Lassan elfogy a türelmem. Á, ez bizony nagy baj. És nem merek rá gondolni, mit fogok tenni, ha tényleg elfogy, úgyhogy jobb, ha eltakarodsz. Á, szóval verekedni akarsz vele? Éppen arról beszélek, hogy nem akarok verekedni. Hadd lássam, milyen vagy akkor. Menj innen, ha mondom. Nem, hadd lássalak dühöngeni. Nem ismételem el többször. Akkor ne ismételd el! Átkozott! Csengő! Te meg mit keresel itt? Na, válaszolj, mi lesz? Válaszolj, téged kérdez. Még hogy engem, mi van már? Tomás, mégis mit keresel itt? Mi van? Semmi, felugrottam, hogy beszéljek veled, de ez a vadember nyit ajtót törűközőbe. Tomás, azt kérdeztem, hogy mit keresel itt? Ugyan már, inkább én kérdezem tőled, hogy ez a vadember mit keres itt. Becsengetek, és erre ő nyit ajtót, majdnem mesztelenül, szégyentelen. Mondtam és? Már, hogy zuhanyoztam. És azt ruha nélkül szoktam. Hál' Istennek megtanultam, hogy ajtót nyitni nem illik mesztelenül. Ja, ne. Morena, beszélhetnénk egymással nyugodtan? Persze, hogy ne. Nem hallottad? Húzd el a csíkot, jó? Tomás! Jágó itt marad, ha itt akar maradni. Oké. Felöltözöm. Köszönöm. És bocs. Tessék, hallgatlak. Figyelj, Morena. Szerintem vannak bizonyos dolgok, amikről nem lehet nyitott ajtó mellett beszélgetni. Csukott ajtó Tomás, mellett, Tomás, már becsuktam az ajtót, hallod? Elég! Vagy tiszteletben tartod Jágot, vagy elmész. Ugyan már, mit vagy úgy oda egy kis kiabálástól, mintha te olyan kifinomult lennél? Ne na kiabálj. Persze értem én a te kötelességet, hogy megtanítsd a jó módonra Jágó urat! Hagyd abba! Tomás, okay, tiszteletben vagy tartom beszélünk, a kérdésed. Vagy inkább hagyjuk az egész. Persze, beszélgessünk. Figyelj, nem kell tovább színlelned, hogy szerelmes vagy Jágó úrba. Nézd, tudom, miről van szó, ezzel akarsz büntetni azért, ahogy New Yorkban viselkedtem, de esküszöm, én lemondtam nem a tanulságot, téged, és soha többé nem teszek. Mondok? Ki.
Én nem büntetlek. Á, nem? Csak nem azt állítod, hogy beleszerettél egy ilyen alakba? Igen, Tomás, beleszerettem egy ilyen alakba! Tényleg? Beleszerettem. Jágóba. Ez van. Halló? Mercedes Gallardo? Itt Celso beszél. Milyen Celso? Én vagyok az, aki eladta magának azt a sakkfigurát. Á, igen, hát persze. Nemrég beszéltem az üzlettulajdonossal, nem értem, mi olyan különös abban a bábúban, hogy mindenképpen vissza akarják kapni. Asszonyom, az a helyzet, hogy az a sakkfigura valójában a tulaj egyik legjobb barátjáé, és nem lett volna szabad eladnom, tudja? Hibáztam, tényleg bakot lőttem, elnézését kérem, de muszáj visszaszereznem azt a bábút, érti? Muszáj visszaadnom a gazdájának. Nézze, tudom, hogy maga megérti, mert jó szíve van, és visszaadja majd. Még ma visszafizetem magának azt a $200, amit a királyért fizetett, csak kérem, adja vissza. Hogy 200? Én 250-et adtam. Igen, elnézést, rosszul jegyeztem fel, persze, 250, igen. Á, értem. Celso, tisztázzunk valamit. Az az igazság, hogy tényleg tetszik az a bábú, úgyhogy én nem szándékozom visszaadni senkinek. Asszonyom, az Istenért, ez élet-halál kérdése. Nézze, én megértem, de hiába, ha egyszer eladta nekem. Én nem adom vissza, érti? Viszlát. Te tényleg Mercedes Gallardo asszonnyal beszéltél? Igen, és mi köze hozzá? Az a helyzet, hogy jó ideje keresem ezt a hölgyet. Igen? Megadnád a címét? Csak nem képzeli, hogy 2 rongyért kiadom a címét. Úgysem már. Tomás, én nem bánom, hogy úgy alakultak a dolgok kettőnk között New Yorkban. Érted? Nagyon fájt, most is fájt, de ez már a múlt. Nézd, meg kell értened, hogy nem járhatsz fel hozzám, mert nem akarlak látni többé. Szerelmes vagyok. Beleszerettem Jágóba. Jágóba. Az nem lehet, hogy szerelmes vagy belé. Miért? Ugyan már, nincs bennetek semmi közös. Nincs semmi közöttök egymáshoz. Érted? Még ha te nem is érzékeled, nyilvánvaló, hogy dühödben csinálod, hogy engem kínoz, amiért nyújjunk. Nem, Tomás, Tomás, az Istenért, kérlek! Ne idegesítsd fel magad. Felejtsd el, hogy büntetésből csinálom. Elég. De hát mit higgyek? Mégis mit gondoljak, hogy szeretettél bele egy ilyen vademberbe, aki szemlátomást Tomás, csak úgy Tomás, hallja Tomás, a nőket? Tomás, megegyeztünk valamiben! Most menj el, rendben? Jágónak hívják. Jágó. És ne beszélj róla ilyen stílusban. Hisz azt mondtad, hogy ez is a munkádhoz tartozik, amire a főnököt megkért. Igen, igen, így volt. Tényleg munkának indult. De már nem az, nem az. Ne haragudj. Beleszerettem Jágóba. Jól van, nem kell ismételgetned, oké, értem. Szereted. Azt hiszem, jobb, ha most elmész, Tomás. Igen. Nem mondok le rólad, tudod? Nem. Tudod miért? Mert te vagy a leggyönyörűbb és a legkedvesebb nő az egész világon. Elment? Igen. Igen.
Jól vagy? Nem szeretek senkinek fájdalmat okozni. Te csak maradj itt nyugodtan. Majd én főzök valamit. Köszönöm. Egyszerűen nem akarja visszaadni a bábút. Nincs szíve annak a nőnek. Én mondom, nincs szíve annak a nőnek. Sajnos igaza van. Megvette a királyt. Miért adná vissza? Na jó, de... Megmondjam, ki tehet az egészről. Senki más, mint maga Lángocska. Képes ekkora botrány csapni egy vacak sakfigura miatt? Veszek neki egy tucat bábú, csak hagyja abba a duzzogást. Fogd már be a szád, te gazfickó. Hallgass, ha mondom. Jó, jó, jó. Te ezt nem érted. Lángocskának ez nagyon fontos. Azóta az övé, amióta az eszét tudja. Száz sakfigurával se helyettesítheted azt a királyt. Látom, nem érted. Hogy is értenéd? Az a bábú azért értékes, mert Lángocska emlékei fűződnek hozzá, érted? Hogy ne érteném? Mégis minek néz maga engem? Persze, hogy értem, én nekem is vannak érzéseim, bennem érző szív dobog. Én... Adj egy csókot, Jászmin, vigasztalj. Az egyetlen, akit megcsókolok. Jágó, megértetted, te alávaló csimángó? Milyen csimángó? Miért nevezel csimángónak? Mi az, hogy alávaló csimángó? Az meg mi? Az egy undok madár, olyan, mint te. Nem csinál semmi hasznosat, tudod? Erről van szó. Te semmire kellő alak vagy. Nem vagyok semmire kellő, Rufino. Én nem vagyok semmire kellő alak. Vannak érzéseim, vannak ötleteim, vannak értékeim. És... Figyelj! Mi az? Két rongyért nem adtad meg a címet. Hát százért? Van magánál egy toll? Jobban érzi magát, asszonyom? Nagyon fáj a fejem. Ne aggódjon, Rodriguez már úton van ide. Áldó úr a nappaliban várja. De én nem kértem orvost. Csak egyedül akarok lenni. Nézze, egyet mondhatok. Ne fájdítsa feleslegesen a fejét, asszonyom. Áldó úr sohasem lenne képes megcsalni önt Melina kisasszonnyal. Ugye, Áldó kérte meg, hogy ezt mondja. Nem, asszonyom. Csak nem bírom elnézni, nem bírom látni, ahogy szenved. És ha asszonyom szenved, a kis Matteo is nyugtalankodik. És asszonyom tudja, hogy úgy szeretem őt, mintha saját unokám lenne. Adolfo, menjen ki, kérem, itt a doktor úr. Jó estét, Elena. Mi történt önnel? Nem tudjuk, doktor úr, de remélem kideríti, mi baja, mert nagyon aggódom miatta. Jövök már. Végre megtaláltalak. Honnét tudtad meg a címem? Mit számít, honnét tudom? A lényeg, hogy Morénától. Morénától. Nem. Elmentél Morénához, és ő adta meg a címet. De nem. Nem, megmondtam, hogy ne ólálkodj Moréna közelében. Mi van Morénával? Miért ilyen fontos neked, hogy távol tarts tőle? Az az én dolgom. Világos? Megkértelek rá, úgyhogy tarts szem előtt. Mercedes, valami nincs rendben, ismerlek. Semmi között hozzá. Újra megkérlek, hogy ne keresd fel többé Morénát. Se engem. Jaj, ízlett a kaja? Ízges. Igen, nagyon ízlett a főztő. Tényleg? Finom volt? Finom volt. Finom volt. Igazán remek, remek szakács vagy. Gárdel is mindig ezt mondta. Komolyan? Igen, na, szereti a főztömet. Moréna, kérdezhetek valamit? Amit csak akarsz. Mesélnél Tomászról? Hogy? Úgy értem, hogy elmondanád, hogy milyen volt a viszonyatok. Tudod miért? Nem. Hogy ne állhassanak közénk titkok. Értem. Hogy ismerjük egymást.
Jól van. Vagy nem akarod? De, mesélek, persze, hogy mesélek. Miért is ne? Tomás, New Yorkban ismertem meg. Az egyik nagyobb cégénél dolgoztam. Aztán elkezdtünk együtt járni. Akkor már másfél éve jártunk, amikor megkérte a kezemet. Szeretted őt? Nagyon. Tiszta szívemből. Sosem szerettem addig úgy senkit. Tudod? Uh-huh. Aztán szépen ott hagyott a templom előtt. Miért? Fogalmam sem volt, hogy miért. Talán épp válságban volt. Ő legalábbis ezt mondta, és teljesen kiborult. Mindig aggódott a cégei, a milliói, az üzletei miatt. Mintha az üzlet lett volna a felesége. Jágó, ha bebizonyosodik, hogy Szirénió vagy, neked is lesz egy csomó pénzed, és egy csomó cég, amit vezetned kell. Ez engem mi? Nem érdekel a pénz. Komolyan? Egyáltalán nem érdekel. Jól van. Én már meséltem a magánéletemről, a szerelmi csődjeimről, ballépéseimről. De te még semmit sem mondtál. Most rajtad a sor. Te nem mesélsz? Jól van, elmegyek, de előbb hallgass meg! Jaj, Roberto, kérlek, ne akarj kioktatni. Nincs sok kedvem ilyesmihez, és már meg! Egyenesen a szemedbe mondom, szeretlek, Mercedes. És biztos vagyok benne, hogy te is szeretsz. Ahogy szerettél, amíg a sors ilyen kegyetlenül el nem választott minket. Nem a sors választott el minket, Roberto. Dehogy nem. Nem a sors tehet róla, hanem Victoria Sirénió. Nem. Te tehetsz róla. Akkor is azt mondtad, hogy szeretsz, miközben lefeküdtél vele? Ez nem a sors, ennek semmi köze a sorshoz. Nem mondj ilyeneket. Igenis mondok, de Isten megbüntetett. Isten megbüntetett, végül gyilkos lettél. Tudod, miért csújtott le ezzel Isten? Mert megcsaltál. És tudod miért? Azért, mert szerettelek, Roberto. Tiszta szívemből szerettelek, mindenemet neked adtam, az Istenért szükségem volt rád! Nekem is rád. Van fogalmad, milyen nagy szükségem volt rád? Nem tudsz megbocsátani. Te élted a saját életed. Én is éltem az enyémet a börtönben. Roberto, nincs kedvem ezt hallgatni. Ne haragudj, kérlek. Mercedes, kérlek, szeretném, ha megbocsátanál. Megváltoztam. Rendes ember lettem. Összegyűjtök egy kis pénzt, és méltó leszek hozzád, esküszöm, megkérem a kezed. Gondoskodni fogok rólad, és úgy fogom szeretni a lányod, mintha a sajátom lenne, ígérem. Ezt soha többé ne halljam. Mit? Soha többé ne halljam, hogy úgy fogod szeretni Morénát, mint a saját lányodat. Világos? Soha többé! Ne járkálj utánam az egész házban. Mi történt Elena és közted a hálóban? Mindenre rájött. Tudni akarom, hogy pontosan mit beszéltetek. Tudja, hogy van egy Cassandra nevű szeretőd. Azon a képeslapon olvasta a nevét, amit én küldtem, aztán Lucio végrendeletéből megtudta az igazi nevem, és már csak össze kellett raknia a mozaikot. Ilyen egyszerű. Kérdezte, a szeretőd vagyok-e. És te mit feleltél? Az igazat. És el is hitte. Hogyan? Nyugodj meg, kedvesem, nem árultam el. Azt hiszem, nem akarja tudomásul venni a dolgot. Szerintem ő is tudja, hogy nincs két Cassandra. Jól van. Jól csináltad, drágám. Ha jól csinálnám, már réges-rég ott hagytalak volna. Kezdem érteni. Mióta Jágó megjelent, meg vagy győződve róla, hogy nélkülem is boldogulsz. Ugye? Az Istenért. Anahinak hívták. Nagyon szerettem. Nagyon. De... Már késő. Meghalt, mire hazaértem.
megmart egy mérges kígyó. Gardel mindent megtett érte, de nem tudta megmenteni. Én kint dolgoztam az erdőn, amikor szóltak. Mire hazaértem, már olyan volt, mintha aludna. Még mosolygott is. Elhagyott. Sokáig nagyon egyedül éreztem magam, és biztos voltam benne, hogy soha többé nem leszek szerelmes. Aztán találkoztunk. És most tessék, fülig szerelmes vagyok. Gyere. Egy pillanat. Jágó? Hm? Esküszöm. Hogy én sohasem hagylak el téged. Mi az? Tomásznak igaza van, Moréna. Annyira különbözőek vagyunk. Épp az a szép. Örülök neki. Mármint én akkor is szeretlek. Nagyon szeretlek. Lehet, hogy pont ezért szeretlek. Nem tudom. De nem is érdekel. Szeretlek. Érted? Csak azt remélem, nem készülsz ki tőlem túlságosan. Én? Igen. Két dolgot ígérek meg. Kettőt. Halljuk. Az első? Igen. Semmi a világon nem választhat el tőled. Soha. A másik, ha egy napon megtisztelsz, hogy ott állhatok majd az oltár előtt, várva, hogy oda jöjj hozzám a mennyasszonyi ruhádban, ígérem, hogy akár életem végéig is várok. Komolyan? Esküszöm. Mi a helyzet Elenával, doktor úr? Most épp nyugodtan alszik. Kapott egy nyugtatót. Na de mi a baja? A betegsége nem szervi baj, hanem pszichés. A felesége súlyos depresszióban szenved. Velem sem volt túlzottan közlékeny. Ön bizonyára tudja, miről lehet szó. Nem, mi hangolhat le egy nőt, akinek mindenem megvan? Jó módú, szép a kisfia és hűséges a férje. Elképzelhetőnek tartom, hogy Lucio halála viselte meg ennyire. Biztosan. Elena nagyon szerette Luciót. Jut eszembe, doktor úr, mi a helyzet a DNS vizsgálattal? Tudja, ez az ügy is meglehetősen aggasztja a feleségem. Szeretnénk minél előbb megbizonyosodni, hogy Jágó valóban Franco bátyám fia-e. Hivatalos igazolásra van szükség, hogy megkaphassa a családi vagyon ráeső részét. Emiatt ne aggódjon, Aldo. Amint a kezemben van az eredmény, azonnal értesítem önt. Ami Elena asszonyt illeti, szeretném, ha minden tekintetben kedves és megértő lenne hozzá. A lehető legnagyobb nyugalomra van szüksége. Úgy bánok majd vele, mint a gyermekemmel. Jöjjön, doktor úr, kikísérem.
Sirénio. Sirénio, Sirénio. Sirénio részvénytársaság. Pénzügyi osztály. Építésügy. Hajózás. Vámügyi osztály. Oké. Sokkal komolyabb cég, mint gondoltam. Ez meg mi? Hi, Kevin. How are you, man? Tom. Yes. Nem, még mindig Buenos Airesben vagyok. Figyelj, szükségem volna néhány információra. Pár adatról van szó. Írd fel őket. Te itt maradsz. Halló? Igen, itt vagyok. Igen, hallak. Oké, akkor írjad, kérlek. Elnézést. Luisa mondta, hogy beszélni akar velem. Egy pillanat. Halló, Baez úrral szeretnék beszélni. Baez, most futottam át a teherhajózási jelentést, és meg kell mondanom, egyáltalán nem vagyok elégedett. Na de $3 millió különbözetet látok. Egy óra múlva várom az irodámban, ezt meg kell beszélnünk. Remek. Miről van szó? Ön akart beszélni velem. Á, igen. A barátod Roberto Cárdenas ügyében. Szeretném, ha elérnéd valami úton módon, és megmondanád neki, hogy beszélnem kell vele. Értem. A mobilomon hívjon. Majd akkor megbeszéljük, hol találkozunk. Igen, uram. Adolfo? Igen? Figyelj oda Elenára. Nincs túl jó állapotban, és félek, hogy valami ostobaságot csinál. Ha bármi furcsát tapasztalsz, hívj. Természetesen, uram. Abrir los dedos de los pies, quien dilata tus pupilas, tu alucinación, tu pulso acelerado y tu respiración. Yo sé bien que no me quieres, ni tu padre, ni tu madre, que soy un vago, que me acuesto tarde, que tomo tragos irresponsable. De irnos de aquí, busquemos un lugar en algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre. Baez, nem akarom elhinni, hogy ilyen szakszerűtlen volt. Már csak tűzoltásra van idő, de nincs annyi állótőkém, ami elég lenne. Tudja, hogy ez mit jelent? Kölcsönért kell folyamodnom. Iszonyatos kamat mellett ehhez jön még a hitel túllépési díj és a banki kezelési költség. A maga gondatlansága egy vagyonba kerül. Igen? A kettesen keresik, uram. Ki az? Azt mondja magáról, hogy befektető. A neve Thomas Salaberry. Szóval befektető? Remek. Halló, Aldo Sirénio. Halló, jó napot, én Tomás Salaberry vagyok. Miben segíthetek? Nos, azt mondja, meglátjuk, azt hiszem, inkább én segíthetek önnek. Tudja, belepillantottam a cégek könyvelésébe, és elég komoly hiányt találtam. Valóban, és hol szerezte az információt?
Ön is tudja, hogy a mi szakmánkban alapvető dolog, hogy az ember védi azokat a forrásokat, ahonnét az információi származnak. A lényeg, hogy én biztosíthatom a szükséges összeget, és szívesen segítek önnek. Nagyszerű. Egy óra múlva várom az irodámban. Gondolom, nem kell bediktálnom a cégem székházának a címét. Ott leszek. Nagyszerű, várom. És akkor letépték róla a maszkot, és a kísértet felkiáltott. Mert fájt neki? Nem, azért kiabált, mert mégis felfedezték a titkát. És aztán? Hogy aztán mi lett? Ezek után a kísértet elmenekült. Magányosan élt. Örökké. Meg kell mondanom azon kívül, hogy nagyon jól írt a növényekhez, rendkívül élénk a képzelete. Igen, nagyon izgalmas történeteket tud. Há? Nagyon félelmetesek. Pont azért szeretem őket. Halló? Igen, Roberto? Üzenetet is hagytam. Aldo úr sürgősen beszélni akar veled. Nem, nem tudom, miről van szó. Hívd fel azonnal a mobil számán. Rendben. Aztán beszélünk. Szia! Mit mondtál Robertónak, apa? Ez csak rám tartozik, Mercedes. Aha. Mondd csak, apa, mikor döntöd már el végre? Ki mellé állsz, Roberto, vagy én mellém? Már megbocsáss, de miért bámulsz más nőt a jelenlétemben? Nem a nőt bámulom. Na jó, ne próbálj meg átverni, Iago, ha? Fogd meg. Mi van? Mit csinálsz? Mit csinálsz, Iago? Iago, kérlek, hívjuk a rendőrséget. Nincs rá idő. Iago! Vigyázz! De hát mit csinál? Ez a fickó meg akarta támadni. Állj! Állj! Mi ütött beléd, pajtás? Állj csak fel! Állj fel! Állj fel! Megállsz és nem mozdulsz onnan! Le akarta szúrni ezt a lányt! Mégis nem tűnt fel, te idióta, hogy forgatunk? Elnézést, mindegy! Oké, felvesszük előről! Mindent előről kezdünk! Bocsánat, nem tudtuk, hogy forgatnak. Mi készül? Egy sorozat, kisasszony, szappanok el! Kezdjük, srácok! Lesz. Benne lesz a tévében? Igen. Gardel! Gardel, nézd, benne vagyunk a tévében! Gardel! Jól van, de... Gardel! Na, gyere már, Iago! Üdv mindenkinek, hülyük lányok! Bocsánat! Viszlát! Ahó, Gardel! Benne gyere, vagyunk már, a tévében! Gyere, apa, szeretném, ha végre itt hagynád ezt a munkát. Nem fogom felmondani az állásomat, lányom. Erről különben többször is beszéltünk már. Igaz, beszéltünk róla, tényleg jól van. De épp elég idős vagy, apa, hogy nyugdíjba vonulj, nem? Nézd, visszatérhetnél velem Peruba, új életet kezdhetnénk. Ki tudja, talán Morénát is sikerülne rávennünk, hogy tartson velünk, ha? Én nem szándékozom visszamenni, és szerintem Moréna még kevésbé akar visszamenni. Édes lányom. Igen, tudom, hogy Moréna maradni akar. Sajnos mind a ketten makacsok vagytok, és mindenkit elutasítotok, aki segíteni akar. Ráadásul mindketten vonzottak az űrös alakokhoz. Az előbb is Roberto Cárdenasszal beszéltél, ugye? Így igaz. Na. Te mondtad, hogy öreg vagyok. Azt hiszem, nyugodtan rám bízhatod, hogy megválogassam a barátaimat, lányom. Vagy azon kívül, hogy kijelölöd a lakóhelyem, azt is előírod, hogy kivel barátkozzak, lányom? Apa, mindössze arról van szó, hogy szeretném, ha megfogadnád a jó tanácsomat. Kérlek, tartsd magad távol Roberto Cárdenasztól. Még hogy szappanopera, honnét tudhattam volna, hogy filmet forgatnak? Egy pillanatra én is azt hittem, hogy komoly. Aztán... A srác olyan komoly képpel húzta elő azt a kést. Azt hittem, megöli. Az erdőben ilyen nem fordul elő. Nem? Nem. Csak körülnézel, és akinél fényképezőgép van, az turista, könnyű kiszúrni őket. Állandóan csak... Vácsú-vácsú, klik-klik, vácsú-vácsú, klik-klik, vácsú-vácsú, klik-klik. Ezt miért kaptam? Ne magyarázd! Csak azért, mert szeretlek. Mert bátor vagy, és mert...
Mindig olyan vicces dolgokat csinálunk. Észrevetted? Táncoltunk az áruházban, verekedtünk. Na jó, én rátszoltam, de te meg felkaptad a vizet. Mindent verekedtünk, benne voltunk a tévében. Na, kapcsoljuk be a tévét. Nem, nem, már végre. De integettem Gardelnek. Láttam. Szóljunk neki. Az ráér. Kérek egy csokot. Marina, menjünk el. Hova? Iguazuba. Jó, de meg kell várnom, míg szabadságot kapok. Nem hiszem, hogy egyik napról a másik. Költözzünk oda. Mi? Te meg én. Jágó, nézd ezt, végig kell gondolni. Higgadtan. Sok minden köt ide, például a családod. Mi lesz a családoddal? Anyám és az apám. Igen? Már nem élnek. Tudom. Szép helyen van a sírjuk. Látnod kell. Jó, majd megmutatod. Gardel azért jött, hogy segítsen. Úgyhogy nyilván ő is hazajön velünk. Hazaköltözünk, összeházasodunk, és a világ legboldogabb asszonyává teszlek. Szeretlek. Szeretlek. Tudod? Néha magam sem tudom, hogy jó lesz-e, ha megszelídítelek. Megtudhatom, mit mondott Jágónak? Nem mondtam neki semmit, esküszöm. Azt állítja, hogy van egy visszatérő álma. Magát látja benne, ahogy felkapja. Védelmezőn. Miután hallotta a lövést, ami megölte Viktóriát. Ezt meséli az unokaöccse? Nem az unokaöcsém, és be is bizonyítom. Csodálnám, ha sikerülne bebizonyítania, ha ilyen világos emlékei vannak Viktória asszony haláláról. Ez magát ne izgassa. Jobban teszi, ha nem árul el, mert komolyan mondom, megölöm. Ezt akarta közölni velem? Nem, azért hivattam, hogy menjen és beszéljen ezzel a fiúval, és győzze meg róla, hogy maga ölte meg Viktóriát. Megértette? Igen, persze. Nézze, Roberto, azok után, hogy éveken át támogattam. Ha most elárul, magának vége. Világos? Igen. Biztos, hogy ő Fábio Sirenio. Ha emlékszik rá, hogy én vittem el onnan aznap. Te jó ég! Akkor rájött, hogy nem én vagyok a gyilkos. Tegnap maguknál aludt? Nem. Miért? Nem a családi házban éjszakázott? Nem. Mindegy, ne aggódjon, biztos semmi bajja. Igen, persze, mondja, kérhetek egy szívességet? Ha hazaér, mondja meg neki, hogy hívjon fel, jó? A szívem mélyén mindig aggódom érte. Jágó jobban boldogul a vadállatokkal, mint az emberekkel. Nos, szerintem Jágó minden helyzetben meg tudja védeni magát. De legyen nyugodt, szólok neki, hogy telefonáljon. Viszlát! Jágó! Szia! Egy kicsit aggódtam, hogy nem aludtál itthon. Á, bocs, hogy nem szóltam, de tudod, elmentem Gardelhez. Á, szóval Gardelnél aludtál? Igen, tudod... Nála vacsoráztam, és aztán jól elbeszélgettünk, eltelt az idő, és végül inkább ott maradtam. Történt valami? Nem. Nem, minden rendben. Vettél magadnak ruhákat? Igen, ez is új. Szuper. Jól áll, nem? Csinos. Köszönöm. Nagyon jól áll. Jól van, köszi. Menj és pakolj. Majd jövök. Jól van. Akkor szia. Szia. Jó napot! Jó napot! Beszélhetnék Sirény úrral, kérem. Tárgyalni jött? Nem, Tomás Salaberry vagyok. Á, igen, Sirény úrnak pár perces dolgokat, de megkért, hogy mondjam meg, hogy várjon. Remek, köszönöm. Hozhatok egy italt? Nem, itt leülök, köszönöm. Mit keresel te itt? Én itt dolgozom, Tomás. Nekem pedig megbeszélésem van Sirény úrral, úgy tűnik, hogy üzletet kötünk. Tomás, úgy ismerlek, mint a tenyeremet. Tervezel valamit? Csak ugyan.
Persze, szeretnék még egy pár milliót zsebre tenni, Marina. Ha azt hiszed, hogy azzal, hogy Aldo Szirénióval üzletelsz, a markodban tarthatsz. Jó napot. Szirénió úr. Jó napot. Megérkezett Tomás Salaberry úr. Jó napot, örvendek. Jó napot, örvendek. Aldo Szirénió. Fáradjon be az irodámba. Köszönöm. Marina? Igen? Beszélnem kell önnel, mielőtt hazamegy. Nagyon fontos. Rendben. Mondja, amit akarsz, nem fogom megszakítani a kapcsolatomot Roberto Cárdenásszal. Persze, a barátod, a szíved csücske, fiadnak szólítottad. Nagyon megkedveltem, amikor itt dolgozott nálunk, ezt te is jól tudod. Igenis, szeretem Robertót. Mert olyan remek ember, ugye? Nem alakult jól a sorsa. Szerintem olyasmiért bűnhődött, amit nem ő követett el. Jaj, apa az Istenért, Roberto Cárdenás nem olyan ártatlan, mint te azt hiszed. Egyszerűen te minden gyűlölsz, ami ezzel a házzal kapcsolatos, Mercedes. Nem, azért ne túlozz. Én Roberto Cárdenás gyűlölöm, mégpedig okkal, apa. Egyet mondj. Érdekel, hogy miért? Elmondom. Mikor Roberto és én itt dolgoztunk, apa, nem pusztán kollegiális viszonyban voltunk egymással, érted? Ezzel most mire célzol? Nem célzok semmire, apa. Ki is mondom. Roberto és én szeretők voltunk. Hogyan? Szeretők voltunk. A hátad mögött lefeküdtünk. Ez nem igaz. Nem, apa, nem hazudok. Rászedtelek, de nyugodj meg, ő is rászedett engem, mert közben összefeküdt Victoria Szirénióval. Ez nem igaz, te találtad ki. Dehogy én találtam ki, apa, amikor ezért gyűlölöm. Ezért nem akarom, hogy Morena megtudja, hogy ő az apja. Roberto! Ő az unokám apja? Igen, apa. Roberto Cárdenás Morena édesapja. Az unokád? Morena egy gyilkos lánya. Magyar szöveg Németh Renáta, hangmérnök Házi Sándor, vágó Derzsi Csilla, gyártásvezető Masol Ildikó, szinkronrendező Hírt Ildikó. A szinkront a Masterfilm digitál műtermeiben a TV Szinkron Kft. Készítette. La Grande.